Menekültek Kárpátalján, élet sztereotípiák nélkül címmel nyílt szabadtéri fotókiállítás Ungvár központjában. A fotókon 50 olyan belső ukrajnai menekült története látható, akik a háború miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat, és Kárpátalján találtak menedéket. Jeven Laschenko mariupoli vállalkozó a háború miatt kétszer is kénytelen volt áttelepülni és újraindítani vállalkozását. Családjával rakétatámadások közepette hagyta el az oroszok által megszállt várost. Ungváron önkéntes társadalmi munkát végez. Kárpátalja nagyon kedvesen fogadott minket, amiért mi rendkívül hálásak vagyunk. Most itt van a második otthonunk. Ideérkezésünk után az első naptól kezdve úgy éreztük, hogy nem ülhetünk tétlenül, ezért a feleségemmel együtt a Bagolyvárként ismert humanitárius központban önkénteskedünk. A kiállítást az Ungvári Sajtóklub újságírói szervezték. Nem ez az első ilyen kezdeményezésük. 2014-ben egy hasonló tárlaton 24 fotó mutattak be történeteket az akkori kelet-ukrajnai menekültekről. Az idei kiállításon kárpátaljai fotóművészek munkáit láthatják a járókelők. A háború kitörése után nagyon sok menekült érkezett hozzánk, sőt visszajöttek azok is, akik 2014-ben érkeztek hozzánk, majd visszatértek otthonaikba. Vannak ilyen történeteink is. Szerettük volna bemutatni ezeket az embereket. Azt, hogy mivel foglalkoznak, mennyire volt számukra könnyű vagy nehéz a beilleszkedés. Új dolgokba kezdtek, vagy folytatni tudták eddigi munkájukat. Míg korábban főleg Donyeszk és Luhanszk megyéből jöttek, most inkább Sumiból, Csernihívből, Kijevből és Harkivból érkeztek, vagyis Ukrajna keleti és déli területeiről. Szakmájukat tekintve vannak köztük újságírók, orvosok, közgazdászok és művészek is. Szerhéj Vahanov, mariupoli fotóművész olyan embereket örökített meg a felvételein, mint amilyen ő maga is, akik a háború miatt szinte mindent elvesztettek, és új életet kezdtek egy új helyen. Ну, це мої друзі, Едуард і Ліля, лікарі, які вивезли і врятували мене з Маріуполя. Ők a barátaim, Eduard és Lilla, mindketten orvosok. Ők azok, akiknek hála el tudtam hagyni Mariupolt. Jelenleg Ungváron élnek és orvosként dolgoznak. Fotóztam önkénteseket is, akik az Én Mariupol központban dolgoznak itt Ungváron, és a hozzám hasonló menekülteknek segítenek. Örülök, hogy részt vehettem ebben a projektben, mert olyan emberekkel találkoztam, akiknek Ungvár nyújtott menedéket, és akiknek sikerült újra felfedezni önmagukat. Nagyon fontos, hogy azok, akik mindent elvesztettek, meg tudták tartani hivatásukat és életkedvüket. Для людей, які втратили все, але не втратили свій фах і живуть до життя. A menekültek történetei arról tanúskodnak, hogy a háború tragikus következményei ellenére sem szabad feladni. Minden helyzetben meg kell találni önmagunkat, mondta Szerhéj Deniszenko ungvári fotóművész, aki már másodjára csatlakozik ehhez az akcióhoz. Війна – це величезна трагедія в новітній історії України, найбільша трагедія. Ez a háború Ukrajna újkori történelmének legnagyobb tragédiája. De én próbáltam egy másik szemszögből nézni ezt a projektet, a pozitívumot kerestem benne. Mi teszi érdekessé azokat az embereket, akik Kárpátaljára jöttek? Akik itt találták meg új otthonaikat? Vannak, akik korábbi hivatásukban találták meg önmagukat, kihasználva a szakmai képességeiket, míg mások drámai változásokon mentek keresztül. Van, aki színházban kezdett játszani, van, aki versírással kezdett foglalkozni. Szinte mindannyian önkéntes munkát is vállalnak. Ők olyan emberek, akik az új körülményekhez alkalmazkodva új életet kezdtek. A későbbiek során a kiállítást Kárpátalja más városaiban is be fogják mutatni.